Szakértők szerint idén nem kell a lakásárak emelkedésére számítani, az új otthonteremtési program nem lesz árfelhajtó hatású, mert a válság idején élénkít. A Magyar Nemzeti Bank árindexe alapján az ingatlanpiacon évek óta tapasztalható áremelkedés most stagnálást mutat. A kormányzati intézkedések, a továbbra is alacsony hitelkamatok, valamint az elhalasztott vásárlások megjelenése remélhetőleg ellensúlyozni fogják a vírushelyzet okozta gazdasági nehézségeket, új lendületet, erőt adva az ingatlanpiacnak. Az ingatlanpiac megkapta a vakcinát, most arra várunk, hogy hasson. Azok a kereső ügyfelek vannak most jelen a piacon, akik gyakorlatilag ezekre a kedvezményekre vártak, lehetőséget látnak a kedvezményekben. Potenciális érdeklődők jelentek meg. Eltűntek gyakorlatilag a turisták a piacról, akik csak hobbiszerűen nézegettek ingatlanokat. Most egy kicsit azt vettük észre, hogy a jó minőségű ingatlanokat nagyon-nagyon keresik, nagyon sok ingatlant mutatunk be, és nagyon sok ingatlan van már tranzakció előkészítés előtt. A pandémia okozta sok, kiszámíthatatlanná tette az ingatlanpiacot. Az ágazat fő hajtóereje a hitelezés, hiszen a tranzakciók több mint fele így zajlik. A kedvező banki hitelajánlatok és a kormányzati intézkedések egyszerre hatottak a piacra. Nyilván a koronavírusnak sokféle gazdasági következménye volt. Nyilván kevesebben indultak neki a lakásvásárlásnak, mert féltek, tartalékoltak. Viszont mi azt látjuk, hogy nagyon jó és kedvező hitelkonstrukciókat készítettek elő a bankok, amikbe így már hajlandóak az emberek belekezdeni, viszont annyit tudni kell, hogy most a hitelezés egy kicsikével bonyolultabb lesz. Vannak szektorok, amiket a bankok nem támogatnak, ez azt jelenti, hogy a hitelfelvételnél figyelembe veszik azt, hogy milyen ágazatból érkezik a hitelt igénylő. Ingatlan szakértők szerint a vírushelyzet enyhülése után hamar helyreállhat a piaci helyzet. Az otthonteremtési program új elemeinek bejelentése megtorpanást okozott az év végén, de a támogatások évelei életbelépésével mozgásba lendült a lakáspiac.